Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honotrid részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Taroda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Ez nem, remélem nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Honortrade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legelismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, 2 fiúgyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményeit tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel ért el eredményeit, szerezte meg egyedülálló tapasztalatait, tudását, az élet vezette a mostani útjára. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Mindig az élet mélységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti a legkülönfélébb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. Céljait általában úgy tűzi ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Mivel látja az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látja az emberek közötti ellentéteket is. Az emberek felé teljesített szolgálat ez egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Küldetése, az emberek lelki fejlődése, olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szeglőcsik Miklós Mesterkócs, hogy jön és tarts meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan megtiszteltetek a jelenlétetekkel.
És nem késztetek el. Na nézzük akkor, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal. Ahogy jelenleg van a világ. Tehát elérkeztünk oda, amit vártunk. Nem? Én legalábbis azt vártam, ami most van. Nem? Hála Istennek nem olyan szintű változás lett, hogy tömegek hirtelen meghaltak volna, mondjuk különböző katasztrófák következtében. Most olyan katasztrófa van, amire az emberek, hogy azt hiszik, hogy katasztrófa, az közben nem is az. Tehát ez a jobbik megoldás, mint a valódi katasztrófát. Most gondold végig, hát olyan jogszabályok vannak érvényben, ami a katasztrófa helyzetekre vonatkozik. Tehát magyarul most katasztrofális helyzetben vagyunk, mert ugye veszélyhelyzet van, azt mondom, a veszélyhelyzetet katasztrófa helyzetekben szokták ugye életbe léptetni, köszönöm szépen. Jó, tehát, és hol a katasztrófa? Hol? Az emberek fejében, így van. Az emberek fejében. A katasztrofális gondolatoknak következtében katasztrófa állapotot hirdettek. Nem? Így van, az emberek a katasztrofális gondolatukkal megteremtették a katasztrofális helyzetet. Vagy nem gondoljátok, hogy mit tudom én, esetleg rosszul gondoljuk ezt? Tehát az emberek milyen szuper gondolkodnak, nem? Szuperul. Tehát nem túlzás ez, hogy azt mondom, hogy katasztrofálisan gondolkodnak? Hát én is azt gondolom, hogy nem az, de ők viszont gondolhatják azt, hogy hát most már megint túl az Szedlacsik. Hát most gondoljuk végig, az a normális gondolkodás, hogy gyakorlatilag a túlélésünkért élünk. Szóval gondoljátok végig, hogy ezt nem kellett volna mondani, mert most nem tudom, hol tartottam. Hát de mi volt kiírva? Hát nem nézted, hát csak Mariára veszük fel, semmi másra nem veszük fel. Jó? Egyedül Mariannak veszük fel, senki másnak. Jó, tehát hol tartottam? Ja, hogy nem túlzás-e? Mert ugye azt gondolják az emberek, hogy túlzás. Nem? De hát ugye miért gondolom, hogy nem túlzás? Mert hogy az emberek azt gondolják, hogy a saját túlélésükért kell mindent tenni az életükben. Tehát mondom, a saját túlélésük érdekében kell tenni mindent az életükben. Innen még beletartozhat mondjuk a családjuk. Nem? Legalábbis mi egy olyan világkörnyezetben vagyunk, ahol az emberek így gondolkodnak, hogyha teszek valamit, akkor magamért teszem, max a családomért, a többi, bocs, hogy kimondom, le van szarva. Legalábbis az emberek így gondolkodnak, ha egy kicsit jobban körülnézel. Nem? Na most, ha ezt nézzük, akkor vajon így kellene működni? Tehát nézzük már meg, ugye miért gondolják azt, hogy hát, hogy a családért még teszünk. Aztán tovább már nem érdekes. Hát mert ugye az ember része a saját családjának, és
ha a családja nem él túl, hát akkor ő sem. Most gondoljuk végig, hogy hogy működik például egy hölgy. Megszüli a gyerekét, és kötelességnek érzi, hogy gondoskodjon róla. Világos ez? Na most, ha egy normális férfi, amelyiknek megszületik az első gyereke, tehát a párja megszüli az első gyerekét, akkor egy normális férfi is kötelességének érzi azt, hogy eltartsa, hogy gondoskodjon a családjáról. Azért mondom, hogy normális férfi, mert nem minden férfi működik így. Sőt, manapság már nem minden nő működik úgy, hogy kötelességének érzi, hogy gondoskodjon a saját gyerekéről, és mivel a saját gyerekéről kell gondoskodnia, ezért depressziós lesz. Tehát egyre több nő lesz depressziós attól, hogy a saját gyerekéről kellene gondoskodnia. Pedig ugye az a normális működés, hogyha a gyerek megszületik, megszüli a nő, akkor a nő ösztönből, kötelességnek érzi azt, hogy ő gondoskodjon a saját gyerekéről. Tehát mondom még egyszer, kötelességének érzi. Tehát ugye tanítjuk azt, hogy milyen motivációból működhet az ember. Ugye a legalacsonyabb motivációs szint az a pénz. Tehát ha te pénzért dolgozol, akkor nagyon alacsony motivációval rendelkezel. Ennél magasabb motiváció az érdek. Tehát az érdek. Ez a, e fölött van a hit. E fölött van a meggyőződés, és a meggyőződés felett van a kötelesség. És ugye az anyák jó része, nagyon nagy százaléka, a gyerekéről ugye a születés után következő időszakban kötelességből gondoskodik, tehát ő azt érzi, hogy neki kötelessége a gyerekéről való gondoskodás. Tehát nem a pénz miatt gondoskodik, nem érdekből csinálja, nem hitből csinálja, nem meggyőződésből csinálja, hanem egyszerűen kötelességből. Tehát a kötelesség az a legmagasabb motivációs szint. Vannak tehát ugye az imént említettem olyan férfiak, hát talán azt lehet mondani, hogy körülbelül a férfiak fele. Amikor megszületik a gyereke, akkor kötelességének érzi, hogy gondoskodjon a családjáról, tehát a feleségéről és a gyerekéről. Tehát ami azt jelenti, hogy hogy gondoskodik, olyankor a férfi 7 nappal átéve dolgozik. Oké? Okay? És addig nem, mert addig mit csinált a férfi? Szórakozott. Alapvetően ugye az volt a fontos számára. De onnantól kezdve kötelességét érzi annak, hogy gondoskodjon a családjáról. Na most ugye a másik fele a férfiaknak nem érzi ezt kötelességnek. Nem is tudom, milyen szinten működhetnek, na mindegy. Na most, de miért csinálják ezt a nők meg a férfiak? Tehát miért indul be ez a kötelességtudat? Mert ez egy kötelességtudat. Hát azért, mert a gyerekében él túl az anya is, meg az apa is. Tehát az egy túlélési működés, hogy a gyerekében túlél. Oké? Tehát nem csak mi saját magunk élhetünk túl, hiszen automatikusan az ember megöregszik, nem? Akkor is, ha nem akar. Tehát ami azt jelenti, hogy ahogy öregszik az ember, már nem tud túlélni. A végtelenségig az ember nem él túl, ezáltal a túlélése az utódaiban valósul meg. Világos? Tehát a gyerekében, unokájában, stb. Stb. És az ember egyszerűen kötelességnek érzi, hogy gondoskodjon ugye a saját gyerekéről, de azért, mert elsősorban ez egy túlélés. De akkor nézzük tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember idáig jut el,
hogy túléljen önmaga, de hát végtelenségig nem tudunk túlélni, és utána az utódban túlélni. Világos ez? Eddig jut el. Igen, ám, de ebben van egy bibi. A közösségek odáig tartanak, hogy egy nép, illetve akár a fehér faj a mi esetünkben, vagy a feketék esetében a fekete faj, a sárgák esetében a sárga, a barnák esetében a barna faj. Tehát odáig van a közösség kiterjedése. Na most általában a legtöbb család, legalábbis még itt Európában, az azonos fajú. Tehát fehér a fehérrel, barna a barnával, fekete a feketével, sárga a sárgával. Ami azt jelenti, hogy maga a fajon belül a család az egy kisebb közösségi egység. De ha megnézed, a legtöbb ember úgy gondoskodik a családja túléléséről, tehát úgy tud venni mondjuk élelmiszert neki, meg ruhát és egyéb dolgot, fedelet a feje fölé, stb. Stb. Úgy tud erről gondoskodni, hogy valamilyen közösségben munkát vállal. Tehát egy munkahely az valamilyen közösség, és ott munkát vállal. Oké? Vagy akár ő hoz létre egy közösséget, amiben mások is dolgozhatnak, meg ő is dolgozhat. És így gondoskodik arról, hogy túléljen a családja, meg saját maga is, hogy ne halljon éhen saját maga, meg a családja. Világos ez? Na most, ha egy kicsit jobban megnézed, ha a közösségek nem élnek túl, akkor a család se. Ha a család nem él túl, akkor te se, drága csillagvirág. Világos voltam? Tehát egy kicsit ki kellene terjeszteni az embernek a látóterét. És nem csak a magunkban kellene, önmagunkban kellene gondolkodni, hanem, és nem csak a családunkban, hanem magasabb, hát hogy is mondjam, rálátást kellene biztosítani az embernek magával, önmagával kapcsolatban az életre. Na most akkor nézzük tovább. De a fajokat egybefoglalja az emberiség. És ha az emberiség nem él túl, akkor a fajok se élnek túl. És ha a fajok nem élnek túl, akkor a családok sem élnek túl, és ha a családok nem élnek túl, akkor az egyének sem élnek túl. Világos ez? Tehát ezen el kellene egy kicsit gondolkodni, és akkor megkérdezném, hogy te teszel magad túlélésért, teszel a családod túlélésért, és azon túlmenően? Mit teszel a közösségek túléléséért, beleértve a saját fajtádat, és mit teszel az emberiség túléléséért? Jó kérdés, nem? Na most, ha az emberek nem tesznek ezeknek a túléléséért, akkor ez mind kihal. Oké? Tehát ha csak az emberek annyit tesznek, hogy saját magukért tesznek, vagy a családjukért, de mondom még egyszer, a családjuk része valamilyen nagy közösségnek. Sőt, úgy gondoskodik a saját családjáról, hogy valamilyen közösségben dolgozik, és onnan származik a jövedelme. És ha a közösségek nem élnek túl, akkor a családja se fog. De a legnagyobb közösségi egység az az emberiség. És az emberiség
Meg tudod, mi a kulcsa a túlélésének? Egy kulcsa van csak. Az, hogy az emberiség szellemileg fog-e fejlődni, fejlődik-e, vagy visszafejlődik. Ez a kulcsa. Ahogy az emberiség visszafejlődik szellemileg, a túlélési esélye az emberiségnek úgy csökken. Márpedig, ha megnézed az elmúlt évtizedeket, nem csak ezt a másfél évet, az elmúlt évtizedeket, az emberiség szellemileg nem fejlődik, hanem visszafejlődik. És most mondhatnád azt, de hát lásd már, Szedlacsik, hogy az emberiség mennyit gyarapodott az elmúlt évtizedekben. Aha. És akkor mi van? Mondhatnánk azt, hogy több lett a hülye. Nem? És az embereknek, hülyéknek kéne lenniük. Tehát ez a jó trend. Legyünk minél hülyébbek. Ez a jó trend. Tehát ez az emberiség fejlődésének az útja, hogy hülyünk, ameddig bele nem döglünk. Vagy mi? Hát nézd meg, hogy az épelmélyek tesznek többet az életért, vagy a félhülyék, vagy a féleszűek. Na. Hát melyik? A féleszűek, vagy az épelmélyek? Nyilvánvaló, hogy nem a féleszűek. És úgy megy az emberiség a féleszűség felé, vagy már nagy, lassan azt lehet mondani, hogy negyedeszűség, vagy még annál kisebb. Érted? Vagy ne, rosszul látom? Tehát ezt értsük meg, hogy ha azt akarjuk, hogy az emberiség túléljen, akkor azért is kellene tenni, hogy az emberiség éljen túl. Érted? Tehát az emberiség nem él túl, akkor te sem. Meg a családod sem. Meg semmilyen közösség sem. Világos ez? És mondom, kérdezem, mit teszel azért, hogy az emberiség túléljen? És most nyilván nem ahhoz, azoknak szól ez a történet elsősorban, akik itt tanulnak. Hanem azoknak szól, akik nem tanulnak itt. Tehát mit teszel? Mit teszel az emberiség túlélésért? Tehát még egyszer mondom, az emberiség túlélése egyféleképpen lehet, tehát egyféleképpen lehet megoldani az emberiség túlélését. Az emberiségnek egyféle túlélése van, az a szellemi fejlődés. És azt látod, hogy de szuperul fejlődik az emberiség szellemileg. Hát én éppen a másfél év alatt azt láttam, az elmúlt másfél évben, hogy én nem tudom, mennyit zuhantunk vissza. Hát mondjuk körülbelül a sötét középkor szintjére. Szellemi szintjére. Tehát a sötét középkor szellemi szintjére süllyedt vissza most másfél év alatt az emberiség. Vagy rosszul látom? Hát akkor voltak olyanok, hogy mit tudom én, üldözések, üldözzük ilyeneket, olyanokat, mint a boszorkányokat, stb. Üldözzük, nem? Akkor voltak ilyenek. Hát most üldözzük, akik nem oltották be magukat. Miért? Nem? Hát nem. Tehát a sötét középkor szintjére süllyedt le az emberiség. Csak ugye megnéznénk, akkor a sötét középkorban az emberiségnek a lélekszáma vajon mennyi volt? Nem volt egy milliárd. Érted? Nem volt egy milliárd a sötét középkorban az emberiség lélekszáma. És ha most visszafejlődnek az emberek, már pedig mondom, ezt látod, a sötét középkor szintjére, szellemi szintjére, akkor a lélekszám is vissza fog esni. És mi lesz az emberekkel? Hát úgy fognak hullani, mint télen a legyek, vagy ősszel a legyek, érted?
Úgy. Tehát, de miért? Nem kell itt külső beavatkozást nézni, sima emberi működés. A következő. Tehát az eddig, az ember addig él, ameddig neki a túlélésére van reménye. Világos ez? Abban a pillanatban, amikor a túlélésének a reménye megszűnt, az ember meghal. Érted? Tehát egy ember addig él, míg föl nem adja az életet, és akkor adják föl az emberek az életet, amikor a túlélési reménye nullára visszaesett. Világos? És most e felé halad az emberiség. Szó szerint. Tehát az egyének, tehát mit tudom, ha megnézitek, nézzetek meg statisztikát. Például, vajon az öngyilkosságok száma nőtte mondjuk az elmúlt másfél évben? Biztosra veheted, hogy nem kismértékben nőtt. Például a sima halálozások száma vajon nőtte? Biztos, hogy nőtt. És akkor rá lehet fogni, hogy hát a járványnak következtében. Erre rá lehet fogni. Hát az a hülye, aki elhiszi. Na mindegy. Szóval, nem annak következtében, hanem annak, hogy a reménytelenség következtében. Világos ez? Tehát az emberek, mondom még egyszer, akkor halnak meg, ha a túlélésüknek a reménye az nulla lett. Érted? Tehát már nincs remény arra, hogy túléljen. Ezért kilép az életből. Oké? Persze más is van. Tehát van olyan is, amikor egyszerűen fogják és kivonják az élők sorából. Az más kérdés. De nem feltétlenül kell kivonni. Most arról beszélek, akik így épülnek lefele. Oké? És viszonylag gyorsan. Mit tudom, láthatsz olyanokat, hogy mit tudom, emberek akár fiatalon, pár év alatt, nem pár évet öregedtek, hanem mit tudom én, 10-20 évet. Pár év alatt. Érted? Hát de miért? Azért, mert a jövőbe vetett reménye az lecsökkent. Tehát még egyszer kérdezem, mit teszel az emberiségért? Ó, te azt mondod szellemi emberként, hogy te mit tudom, gyógyításokkal foglalkozol és gyógyítgatsz. Aha, és az az emberiség? Az egyes egyénekről van szó. Érted? Vagy tanítgatsz embereket, itt tudom én kis létszámban. Aha, és mire? Olyanra tanítgatsz, amit az élete minden területén tud az illető használni? Na arra én befizetek, ha olyanra tanítasz embereket. Tehát gondold végig, akkor tennél valamit az emberiséggel kapcsolatosan, az emberiségért, hogyha tömegeken segítenél, hogy magasabb szellemi szintre jussanak. Tömegeken. De ahhoz tudni kellene, hogy mi a feltétele ahhoz, hogy valaki ténylegesen szellemileg fejlődjön. Ugyanis az embernek van egy alapvető baja. Mint gyakorlatilag, ha megnézed, az összes emlősnek. Tudod micsoda? Az, hogy szeret lustákodni. Ha megnézed az emlősöket, mind szeretnek lustákodni. Igaz. És az emberek is szeretnek lustákodni. És amikor lustákodnak, akkor gyakorlatilag úgy mondhatjuk azt, hogy úgy
kikapcsolnak, legalább mondjuk lustálkodás közben gondolkodnának. De hát olyankor még gondolkodni is elfelejtenek, mikor lustálkodnak. És mivel ugye ez egy alapvető tulajdonság, ezáltal sokkal többre vihetnéd az életedben, hogyha mondjuk ezt a lustálkodás kérdést átértékelnéd. Tehát sokkal többre vihetnéd. Nem tudom, tudjátok-e, hogy én tanultam ezt régen, nem tudom, mennyire tudjátok ezt az adatot, hogy csináltak ezzel kapcsolatban felmérést, hogy miért lettek, tehát akik saját erejükből lettek nagyon jó módúak, tehát mondhatjuk, hogy gazdagok. Hogy tudták megcsinálni úgy, hogy a többiek nem? És ezt, amikor nekem tanították, azt is mondták, hogy azért, mert a többiek azok csak 8 órát voltak hajlandók dolgozni. Azok, akik gazdagok lettek, azok meg az összes szabad idejüket eltöltötték a munkával. Azt is. Világos ez? Tehát nem 8 órát dolgoztak egy nap, hanem mondjuk 14-et, vagy 15-öt, vagy 16-ot. Érted? És ezért van az, hogy 100 emberből, akik azonos feltételekkel indultak el az életben, abból 3 40 év múlva több vagyonnal rendelkezett, mint a 97 együttvéve. Érted? A 3. Mert a 3% volt arra képes, hogy a szabad idejét ne hülyeséggel töltse el. Oké? Na most van egy másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ugye az emberek keresnek pénzt. Miért keresnek? Hogy gondoskodjanak magukról és a családjukról. Az normálisnak mondható. És ugye itt is van, akik pénzt keresnek, miből? Hát nézzük meg. Hát ugye először is van nekünk egy célunk. Az, hogy az embereket bevigyük az aranykorba, de az aranykorba csak azok kerülhetnek be, akik végig mennek egy szellemi fejlődésen. A szellemi fejlődéshez pedig az kell, hogy az ember képes legyen az élethelyzeteket helyesen kezelni, a problémákat megelőzni, megoldani, és ezekben célokat megvalósítani, és ezekben másoknak is a segítségére lenni. Tehát képes legyen az együttműködésre valamilyen szinten. Tehát ugye van egy olyan, hogy szellemi fejlődés, itt van a szellemi fejlődés, aminek van 7 szintje. Ja, nem látjátok. Ja, meg azt se láttátok. Jó. Jó, tehát ugye ezt mutattam az imént, ugye visszamegyünk ide. Jó, tehát mi nekünk van egy nagy küldetésünk, szerintem a bolygón a legnagyobb, az összes szervezet közül, az, hogy aranykorba vigyük az embereket. Ahhoz viszont szellemi fejlődésre van szükség. Minden egyes egyén számára, aki be akar kerülni az aranykorba, ez másként nem fog menni. És ennek ilyen feltételei vannak, hogyha az ember elkezdi megoldani az élethelyzeteit, problémáit, stb. Megelőzni ezeket, mármint a problémákat, elkezdi megvalósítani a célokat, akkor ugye egyre könnyebb életet tud élni, és az ember ugye egyre boldogabb életet él, annál hatékonyabb lesz. Tehát annál hatékonyabb lesz. Minél kevésbé boldog életet él valaki, annál kevésbé hatékony. Annál hatékonyabb, minél jobb állapotban érzed saját magadat.
és a bőrödben minél jobban érzed magadat. Most akkor nézzük tovább. Hoppá. Tehát lényeg az, hogy van egy szellemi fejlődés. Ezen a szellemi fejlődésen el kell indulni. De ha azt gondolják az emberek, hogy ezt végig lehet csinálni saját csapat nélkül, óriási tévedésben vannak. Én csak ezt látom, hogy emberek el tudnak jutni csapat nélkül a hármas lelki szintre. És nincs tovább. Nincs tovább. Tehát a csapat adja meg azt a motivációt és azokat a lehetőségeket, amivel tovább tudsz lépni. A saját csapat. Tehát a saját magad által létrehozott csapat. Tehát nem egy olyan csapat, hogy egy csapat része vagyok. Nem jelent semmit. Az a hármas, érted? Nem a négyes, ötös. Tehát ha egy csapat része vagy, az azt jelenti, hogy valahova tartozol abba a csapatba. Tehát akkor megvalósult a harmadik lelki szint. És mi lesz a negyedik, ötödikkel? Na most a negyedik, ötödiket mindenütt, mindenhol, én ezt látom, csak azok tudják megvalósítani. Nem csak itt nálunk, hanem a világban, akinek van saját szervezésű csapata. Világos ez? Tehát saját szervezésű csapata. És egy olyan csapat, amely nem a pénz miatt van ott, ne, és nem is érdekből van ott, hanem minimum, mi a harmadik? Hitből. Világos ez? Minimum hitből. Na most azért úgy megkérdezném, hogy hány munkahely van a világban, ahol hitből dolgoznak ott az emberek. Vagy ha azt mondanák az embereknek, hogy na most innentől kezdve csak azok maradhatnak, akik hitből dolgoznak itt, akkor gyakorlatilag nem maradna egy alkalmazott se az összes munkáltatónak. Világos ez? Na most a hit az, végig gondolod, az nem egy múlthoz kapcsolódó dolog. A hit nem egy jelenhez kapcsolódó dolog. Na ez a baj a vallásokkal, ugyanis a vallások a múlthoz kapcsolódnak. Világos ez? Tehát a hit az egy dologhoz kapcsolódhat. Jövőhöz. Világos ez? Ha az a múlthoz kapcsolódik, akkor annak a hitnek nincs jövője. Világos ez? És tudod, milyen alapon tartják fönn? Érdek alapon. És elhitetik az emberekkel, hogy annak úgy kell működnie. Tehát magyarul, mikor te azt hallod, hogy valláshoz kapcsolódó hit, akkor erre azt tudom mondani, hogy az egy röhely. Mert az összes vallás az a múlthoz kapcsolódik. Oké? Okay. Na most, hogy lehet jövőt építeni úgy, hogy a múlt a cél? Érted? És a múlthoz hozzá kapcsoljuk magunkat. A múltban élő személyekhez, stb. Stb. Hogy? És az a múltban élő személy, hol lesz a jövőben? Hogy fogja tanítani a jövőben az embereket? A múltban élő személy. Nehogy már nekem valaki elmagyarázza azt, hogy a jelen az azonos a 2000 évvel ezelőttel, vagy a 3000 évvel ezelőttel. Nehogy már valaki ezzel a baromsággal megetessen. És az összes vallás az valamilyen szinten
hanem 3000 évhez, hanem 2000 évhez, akkor mit tudom én, 50 vagy 100 évhez ezelőtti dolgokhoz kapcsolódik. Az 50 év sem jelen. Világos ez? Tehát az 50 évvel ezelőtti világ sem a jelen világunk. Sőt, a 2 évvel ezelőtti világunk sem a jelen világunk. Világos ez? Tehát miről beszélünk? Milyen múltról? Itt egy lehet. Jövő. A múlt le van szarva. Érted? A múlt egyetlen egy dologra, jó? Hogy azokat a bénaságokat, amit a múltban követtünk el, tanuljunk belőle, és ne kövessük el a jövőben. Világos ez? Erre jó. És a jelenben tanulunk belőle. Érted? A jelenben kiértékeli az ember, de a jelen mindig csak egy pillanat, kiértékeli az ember a múltnak a bénaságait, és nem követi el újból, és újból, és újból, mint az emberek nagy része. Oké? Tehát a hit egyetlen egy dologhoz kapcsolódhat, az pedig a jövő, és nem a múlt. Tehát az összes vallás, amely a múlthoz kapcsolódik, népámítás. Az összes, kivétel nélkül. Oké? Amely állandóan felemlegeti a múltat, hogy ki mit mondott ezelőtt 100 évvel, vagy 50 évvel, vagy több ezer évvel, az múlt. Érted? Az múlt. Tehát most nem úgy kell megoldani dolgokat a jelenben, mint ahogy mondjuk 2000 évvel ezelőtt meg kellett oldani. Érted? Tehát gondolkodj, ha te egy vallásban hiszel, és te hívő, vallásos vagy, akkor valami rossz úton jársz. Hát eleve a vallások megosztanak. A politikai nézetek megosztanak. A jövő annak nem tehát nem arról kell szólni, hogy megosztottság, hanem arról kellene szólni, hogy egység. Érted? Tehát amikor az ember kicsit magasabb szinten akar gondolkodni, akkor keres egy pozitív jövőt. Ezeket én kaptam. Neked meg tudom tanítani. Sokkal jobb helyzetben vagy. Oké? Mert nekem is jó lett volna, ezt régen tanították volna. De nem tanított a kutya se. Tehát fogsz egy olyan pozitív jövőt, ami tényleg pozitív. Érted? És abban hiszel. És azért elkezdesz tenni, hogy az megvalósuljon. Világos ez? És ha ezt nem csinálják az emberek, akkor hogy lesz itt pozitív jövő? Hogy? Ugyan meséljetek el nekem. Hogy? És mint láttam, ugye hallottátok, elég régen foglalkozok emberekkel. Az emberekkel való foglalkozást 87-ben kezdtem el, és saját szervezésű, ezt is hallottátok, saját szervezésű csapatom van, ugye 91-től. És ugye azt is hallottátok, hogy 93-tól kezdtem el tanítani embereket. És az alatt kizárólag azt tapasztaltam, hogy csak az tud továbbfejlődni innen, a hármas lelki szintről, akinek van saját szervezésű csapata. És ezt bárki próbálgatta már, úgysem tudja megcáfolni, hogy ez nem így van. Tehát lehet azt gondolni,
hogy majd bejutsz egy magasabb létformába. Mert lehet, hogy ebben az életben, nem, lehet, hogy az előző életedben egy magasabb létformában éltél. És ezen a jogon veszed magadra azt, hogy neked jogod van ezáltal, mert az előző életed egy magasabb létformában lezajlott, és jogod van ahhoz, hogy a következő életed is egy magasabb létformában zajlódjon le. Hát ezt neked, ha nem teszed a dolgodat. Oké? Azért, mert ugye újra mekkora szellemi embernek tartod magadat, ezért azt gondolod, hogy te aztán biztos, hogy már egy magasabb létformába folytatod tovább, amint ebből az életből kiléptél. Aha, és szerinted a fentiek nem mérik azt, hogy ebben az életedben vajon az emberiségért, a közösségért, a családodért és magadért mit tettél? És vajon ezek közül melyik volt a legfontosabb? Ebből a négyből. Nyilván most nem azt kérdezem, hogy gyerekkorodban melyik volt a legfontosabb. Felnőtt korodban melyik volt a legfontosabb? Tehát van egy olyan világunk, ami jelenleg hát középkori szellemi szinten van. Ez a normális. Nem kellene szellemileg fejlődni. Tehát, ha nincs saját csapatod, hol fogod begyakorolni a tudást? Az elmélet az elmélet. Gyakorlat nélkül az elméleti tudás, az csak elméleti tudás marad. Hol? És ugye az azt is jelenti, hogy ha az ember tesz valamit, akkor ugye mi a csere? Tehát az embereknél rendbe kell lenni a cserének. A csere azt jelenti, hogy adok, kapok. Oké? És akkor megint jönnek az álszent emberek, és azt mondják, hogy én nekem nem kell kapnom. Csak tudod, mi a baj? Ha te csak úgy adsz, hogy nem vársz el viszonzást, akkor tudod, mit fog csinálni az a személy, akinek úgy adsz? Legalábbis, ha az etikus az a személy. Vagy valamennyi etikusság még szorult belé. Tudod, mit fog csinálni? El fog távolodni tőled. Tudod miért? Mert az ember, ha etikus, akkor oké, hogy szeret adni, de ha kap, akkor is szeret adni. Érted? És azt mondja, hogy ha én kaptam és nem viszonzok, akkor azt mondja, hogy lelkiismeret furdalása van. Érted? Mert ez az etikus ember. Hogyha csak kapott, akkor adni is akar cserébe. Világos ez? Mert hogy ne legyen, nem csak azért, hogy ne legyen lelkiismeret furdalás, mert a lelkiismeret furdalás az rögtön létrejön ilyenkor. Egy etikus embernél. Persze, egy gonosz tevőnél nem jön ez létre. Természetesen. Szóval a lényeg az, hogy rendbe kell lenni a cserének. Ezért, ha valakit szervez, cserét adunk. Valamit, valamiért. Az azt jelenti, hogy valaki itt tanul, annak van tandíja. A havi képzések értéke, egyébként a havi képzés kb. 30 óra, a havi képzések értéke
az legalább 120 ezer forint, ebben szoktunk számolni. De ezt a 120 ezer forintos értékű képzést megkapod az első hónapban 19.700-ért, a második hónaptól 9.800-ért. Én úgy gondolom, hogy tök jó neked ezáltal. Na most bejött a bevétel, és annak jelenleg a 75%-a kifizet. A jelenleg azt jelenti, hogy régen jóval kevesebb volt. Jelenleg a 75%-a az kifizetésre kerül azok között, akik a szervezésében annak a személynek valamilyen formában részt vettek. Oké? Na most, ellen ott kezdődik, hogy hány olyan céggel találkoztál már, amely a bevételének, tehát a dolgozók felé a bevételének a 75%-át visszaadja. Szerintem egyel se. Mindegy. És ez a minimális összeg, amit a szervezésért közvetlenül ugye a szervező kap, az minimum 32%. Tehát legkevesebb. Tehát ezáltal, hogy valaki szervezés kap vissza jövedelmet, ezáltal megvan egy csere. Egy tisztességes csere. Sőt, ez odafajulhat, hogy az ember ebből él. Érted? Ehhez ugye két dolog kell, hogy ebből tudjon élni valaki. Egy, szervezzen. Kettő, segítsen másoknak abban, hogy ők is tudjanak szervezni. Ennyi. Oké? És ez mindenkire vonatkozik. Mert ugyanis, ha megnézed, a 75 és a 32% között van 43%. Mi van avval az összeggel? Azok kapják jellemzően, akik segítenek a csapatukban, hogy ők is tudjanak szervezni. Világos ez? Ezt úgy is nevezhetnénk, hogy vezetői jutalék. Oké? Tehát magyarul, ha valaki közvetlenül nem szervez, de segít abban egy csapattagnak, hogy azt szervezzen, az az illető, akkor annak is van egy ilyen fajta cseréje. Világos ez? Tehát, hogy a csere, az adok-kapok, az rendben legyen. És most csak egy nagyon egyszerű dolog ebben kapcsolatban. Ha te pénzt keresel, és mondjuk van egy munkahelyed, akkor az azt jelenti, hogy egy tolig időt eltöltesz a munkával. És rendszeresen csinálod hetente 5 napot, nem? Úgy általában a legtöbb ember, hát nyilván valakinek más a munkarendje. És napi szinten mondjuk 8 órát dolgozol, az összesen 40 óra egy hónapban mondjuk durván, vagy lehet, hogy pénteken kevesebb, tudom én, pár órával, de mindegy, az olyan 36-40 órát között dolgoznak ugye legalább az emberek, heti szinten. De az van, hogy mit tudom én, reggel 8-tól délután 5-ig. Csak most mondtam valamit. Beleértve az ebédidőt is természetesen. Na most, de ha te mondjuk itt szervező vagy, akkor miért nem állapítasz meg magadnak egy munkaidőt? És csak úgy kérdésként teszem föl. Ugyanúgy. Mert én azt látom, hogy akiknek nincs munkaidejük a szervezésben, azok elúsznak az idővel.
Jó, de erről majd a második részben egy kicsit többet fogok beszélni, ez csak mondjuk úgy érdeklődés felkeltésként ugye föltettem ezt a kérdést. Szóval a lényeg az, hogy azt tapasztalom, hogy akiknek nincs saját szervezésű csapatuk, azok nem tudnak följutni a 4-es és az 5-ös lelki szintre. Hiszen a 4-es arról szólna, hogy adjál elismerést másoknak, hogy kaphass elismerést másoktól. És ha nincs saját szervezésű csapatod, ezt hogy oldod meg? Vagy nézzük tovább. Önmegvalósítás. Az önmegvalósítást akkor tudja valaki gyakorolni, ha olyan magas szintű tudással rendelkezik, hogy a tudását azt átadhassa másoknak. Mindent, amit tud, átadhassa másoknak. És akkor úgy megkérdezném, hogy mennyi embernek tudod jelenleg átadni a tudásodat? Mert ugye az lenne a cél az önmegvalósítás során, hogy a tudásodat, ha élvezhetik tömegek azt a tudást, akkor tömegeknek kell átadni. Tehát ha neked olyan tudásod van, ami tömegek hasznára lenne, akkor tömegeknek kell átadni. Világos ez? Nem három embernek vagy ötnek, hanem tömegeknek. Tehát lényeg az, hogy úgy jut el az ember az ötödik lelki szintre, hogyha ezt meg tudja csinálni. És utána jön a hatodik lelki szint, ahol ezek működnek. Továbbra is, mind a valahova tartozás is, az elismerés is, az önmegvalósítás is működik, tehát nem leálltál már vele, hanem működik. És az van, amiről beszéltem az imént, hogy van egy olyan cél kitűzve, egy olyan pozitív cél, amiért érdemes élni, érted? Nem hogy tenni, élni érdemes érte. És ha az nem lenne, akkor mit érne az életünk? Érted? Tehát ez a lényege annak a célnak, hogyha az nincs, nem lenne, akkor miért élek? Nincs értelme élni. Érted? És az ember, ha így gondolkodik, na akkor tud eljutni a küldetés szintjére. Ahol minden felett az a cél az első, érted? És minden az alá van alárendelve. Világos? Az a cél, amiért az ember tesz. Érted? És akkor persze ebbe belefér minden, mert belefér a család is. De a család is az alá van rendelve, érted? És akkor milyen jó az, hogyha mondjuk a családtagok együtt mennek arra afelé, a cél felé, érted? A sokkal nagyobb együttműködés lesz a család részéről, mint bármit, amit eddig az emberek kipróbáltak. Mert ugye mi lenne a családnak is a lényege? Hát az együttműködés, nem? Nem az, hogy az egyik erre akar menni, a másik arra, a harmadik amarra, stb. Nem? Tehát itt van egy nagyon fontos dolog, az aranykor, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan társadalmi forma, ahol az ember tényleg fejlődhet. Tehát látjátok, a hatosban jutunk be az aranykorba. És ez azt jelenti, hogy ott fogjuk elérni a beteljesülés szintjét. A beteljesülés szintje azt jelenti, hogy alkalmassá váltál a magasabb létformába kerüléshez. Ezt azért írjátok le, mert így még nem fogalmaztam meg sose.
Tehát a beteljesülés szintje azt jelenti, hogy alkalmassá váltál egy magasabb létformába kerüléshez. És amint egy ember alkalmassá válik ahhoz, hogy egy magasabb létformába kerül, hát ez nem azt jelenti, hogy na akkor földobja a talpát, hanem akkor gyakorolhatja teljes egészében a szabad akaratot. Világos ez? Tehát ha akar, marad itt, ha akar, megy a magasabb létformába, oké? Mert ugye most azt gondolja az ember, hogy van szabad akarat. Aha, csak a te szabad akaratodnak, ha az nem úgy sül el az a szabad akaratod, ahogy kellett volna, akkor annak olyan negatív következményét kapod, hogy megződülsz. Tehát van szabad akarat, de a szabad akaratnak van következménye is. Oké? És amit nem gondolnak végig az emberek, hogy a helyes cselekvéseknek, az is szabad akaratból történik, is van következménye, nyilván pozitív. És a helytelen cselekvéseknek is van következménye, nyilván negatív. Tehát gyakorolhatod a szabad akaratodat, de nem következmények nélkül. Csak ezt az emberek nem tudják. De az, hogy valaki ezt tudja, kell, hogy legyen csapata. Érted? Hogy meggyőződjön személyesen erről, hogy ez így működik. És ne csak saját példából próbáljon kiindulni az ember, hanem lássa mások ember példáját is. És lehetőleg minél több emberét, annál inkább jó. No, tehát a világtörténelem legnagyobb küldetésében vagyunk. Én nem emlékszem, hogy a történelem, nagyon jó történelem ismerő vagyok, meg tartom magamat, és mindig szerettem a történelmet. Én nem emlékszem, hogy valaha lett volna ilyen, mint ami most van, hogy bevinni az emberiséget az aranykorba. Tehát egy olyan társadalmi formába, ahol az emberek tényleg fejlődhetnek, mert jelenleg ezzel gond van. Az a gond, hogy ha egy embert éri egy probléma, akkor olyan, mintha nem is tanult volna. Tehát az embereknek most a problémák miatt ilyen a fejlődésük, ha tanulnak, akkor is. Ehhez ugye egy megoldás van, hogy ebből a fajta tanulási módból kiszálljon az ember, hogyha elszeparálja magát, amennyire csak lehet, az elnyomóktól. Márpedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Na most, az elnyomók, csak úgy mondanám, utálják, ha te szellemileg fejlődsz. Utálják, ha te tanulni akarsz. Jó? Tehát, hogyha ilyen emberekkel találkozol, akkor jó, ha tudod róluk, hogy ők, nekik hol a helyük. Jó? És ha az ember fejlődni akar, akkor ezektől az emberektől kicsit távolságot kell tartani. Oké? És ha nem csinálod meg ezt a távolságtartást az ilyen emberektől, akkor a szellemi fejlődése, tehát nem ilyen lesz, ne érts félre, ilyen. Tehát marad
átlagosan egy szinten. Mert mindig, mikor tovább lépnél, kapsz egy elnyomást, és már is visszazuhantál, és akkor utána emelkedhetsz megint. És ha az embernek van egy saját csapata, és létrehoz, tehát egy saját közösséget, akikkel együtt van, ahol mindenki szellemi fejlődésben van, valamilyen szinten, ott nem lesznek elnyomók. Oké? Mert ők rühellik az ilyet. És az ember, mivel cserét kap a szervezésért, meg cserét kapsz azért, ha segítesz másoknak is, hogy szervezzenek a csapatodban, onnantól kezdve lesz elég jövedelmed. Világos ez? Hogy gondoskodj a családodról, meg magadról. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen ezt az igen-igen tartalmas bemutató előadást Szedlacsik Miklósnak. Igen, megint azt mondom, hogy nehéz ezután összedni bármilyen gondolatot is, ami ne ez szóljon még hozzá, ami most itt elhangzott. Érdekes, mert a héten ilyen párbeszédeim voltak emberekkel. Ugye megint átjött az előadásba. Ha milyen emberek vannak itt, nézzük meg. Nekem a civil foglalkozásom így az első az vasesztergályos volt, abban próbálkoztam, hát az nem sokáig tartott. Utána egy csomó mindent kipróbáltunk, ugye Ibolyával, de végül is megálltunk a PPH-nál. És ebből lett az, amire azt mondom nektek, hogy egy sokkal-sokkal simább életet okozott nekünk, meg egyre simul, és egy élmény lett. A hétköznapi életünkből élmény lett. Gyuláról jöttünk, családi helyzetem, feleségem mellettem már, és van egy kislányunk, és hát erről már kicsit beszéltem is, hogy a Nyílt Akadémiánál miért kezdtünk el ugye tanulni, mert láttuk benne azt az esélyt, hogy egy egész másfajta életet tudunk vele élni, bár az elején nem tudtuk, hogy mit nem tudunk, és hogy miket kaphatunk itt, igaz? Ez így van. Hát voltunk mi sokfelé, de és azt hittem, hogy nagyon jól használom a tanultakat, amiket kaptam máshol, de több mint 8 éve voltunk már úton, mikor találkoztunk Szedlacsik Miklóssal, és kiderült, hogy nem jól használtam igazából semmit. És ez pontosan ilyen beszélgetések voltak a héten az embereinkkel, hogy feltettek kérdéseket, és a kérdésekből kiderül az, hogy mondjam nektek, hogy a kérdések feltevéséből kiderül, hogy nem jó felől nézik a dolgokat. Tehát helyre kell tenni náluk, amit már mi tudunk. Ez egyébként egy óriási dolog, mikor már van csapat, és segíthetsz ugye helyre tenni dolgokat. Ugyanis a Nyílt Akadémia ugye adott nekünk egy nem kicsi csapatot, ami egyre bővül, egyre több ember van benne, egyre széjjelebb ágazó problémákat hoznak föl, amiben lehet nekik segíteni, és hát ez is egy óriási élmény, ugye Ibolya? Így van. Mikor már használod az életedbe a megoldásokat, mesélhetsz történeteket, hogy mik simultak ki a tanítások és Szedlacsik Miklós segítségével, és aztán tovább tudod adni. Hát az óriási. Ibolya? Oké. Tehát Gyuláról érkeztünk. Civil foglalkozás, ménkereskedelmét végeztem. Bár, mint elmondta, házasságban élünk, van egy 13 éves kislányunk. Én mindig úgymond egy kereső voltam. Ezt úgy értem, hogy jár az ember, tehát gyerekként, aztán járunk iskolába, kikerülünk az életben. És én megtapasztaltam azt, hogy nem élhetem azt az életet, amire igazából szerintem mindannyian vágyunk, hogy boldogság, szeretet, megértés, tehát egyáltalán nem erről szól az élet. És én mindig kerestem azt, hogy tényleg boldogságban és megkapassuk azt a szabadságot, úgymond az élettől, amiért itt vagyunk a Földön. És párom mondta, hogy tényleg nagyon sok helyen voltunk, mert aztán láttuk azt, hogy valóban itt nincs meg az a tudás a mostani életben, hogy tényleg szabadon és boldogan éljél. Ezért mi nagyon sokféle irányzatban voltunk, képzéseken voltunk,
jók voltak ezek, mert kaptunk belőle, akkor elmentünk, akkor úgymond, tehát hogy lelkesített minket, de aztán ugyanoda visszaestünk, és láttuk, hogy ugyanezek a problémák megvannak az életünkben. És majd jött utána a PPH, a Nyílt Akadémia, párom kezdte először, én is hallgattam, és nagyon boldog voltam, mert éreztem, hogy megvan az a hely, az a szervet, az a közösség, az a tanító, akit valóban kerestem. Aki valóban egy, ő tényleg azért van itt, hogy mi egy szabad és boldog életet élhessünk. Ő azt adja át nekünk, ő ezért, tehát neki ez az élete, a minden, hogy mi elérjük azt, hogy valóban, ami az aranykor, amiről az aranykor szól, hogy békében, boldogságban, szeretetben tudjunk élni. Nekem mondhat bárki bármit, mi 6 éve itt tanulunk, igazából mi már, nekünk már nincs is semmi más, csak a PPH és szervezünk. Tehát mondhat bárki bármit, én 6 év alatt meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós valóban egy olyan tanító, akit én követek. Ő egy olyan célt adott nekünk, amihez nincs vége. Tehát ez az életünk. És valóban itt olyan lehetőségek nyílnak meg, amit valóban nem kapunk meg máshol. Mert akik itt tanulnak emberek, és beépítik az életükben az itt kapott tudást, azok valóban egy csodálatos emberré válnak. Ezt mi tapasztaljuk, mert látjuk csapaton belül, vagy akik itt vannak. Itt tényleg olyannyira csodálatos, amikor egy hónapban van a szeminárium, és ott vagyunk, és az a szeretet, az a energia, az nagyon jó. Tehát tényleg valóban ez egy olyan közösség a PPH, amit én nem találtam máshol. Tényleg. Tehát mi tapasztaljuk, és itt vagyunk többen, és biztos vagyok benne, hogy sok mindenki el tudnám mondani. Tehát ennél jobb hely nincs. Én meggyőződtem. Csodálatos tényleg, amit itt kapunk tudást, akár így feleségnek lenni, hogy valóban, hogy... Férnek is. Hogy valóban azt is megkaptam, és hogy támogassam a férjemet, hogy tényleg egy olyan férfi legyen, aki egy csodálatos családfő, a gyerekneveléstől kezdve, vagy tényleg az a 10 életterület, amit ki szokott lenni, a szülőkapcsolat, a pénzzel, hogy bánjunk, hatósággal, bármi, Isteneddel. Tehát itt mindent megkapsz, amit csak elképzelsz. Tehát én azt üzenem mindenkinek, hogy gyertek és próbáljátok meg. Úgymond kötelezettség nincsen, mert itt például itt senki nem fogja neked mondani, hogy itt kötelező szervezni. Mi se így jöttünk ide. De amikor megtapasztalod azt, hogy mit ad neked a PPH, akkor tényleg valóban kötelezettségünknek éreztük onnantól, hogy ezt tovább kell adni. Tehát miért ne segítsek embereknek, hogy ő is egy boldog életet élhessen. És ez a jó ebben, hogy tényleg aztán olyan emberekkel vagy körülvéve, akikkel egy a cél. És nagyon jó velük együtt lenni. Úgyhogy én mindenkinek azt üzenem, hogy aki régebben hallgat minket, vagy most hallgatott először, gyere, próbáld meg, valóban a tandíj egy megfizethető összeg, mert biztos vagyok benne, hogy egyéb más dologra elköltötted már olyanra, ami nem hiszem, hogy olyan nagyot adott, mint amit itt fogsz kapni, vagy kapsz. Úgyhogy gyertek és próbáljátok meg. Hát azt lehet mondani, hogy a mai hétköznapi élet árához képest egy elhanyagolható pénz. És hát ki lehet úgy próbálni, Szedlacsik Miklós szokta mondani, hogy próbálj ki 3 hónapot, az 40 000 forint körül van, amúgy meg sok 100 000 forintba kerülne ez a 3 hónap, és hogyha 3 hónap alatt úgy látod, hogy nem tetszik, akkor abba hagyod. Mert 1 hónap alatt ugye ezt nem lehet belekóstolni ebbe, hogy itt mit kaphatsz. Én személy szerint 4 hónap után kezdtem érteni, hogy hova is csöppentem. 4 hónap után talán. Akkor már láttam a weboldalba, láttam dolgokat, hogy milyenek, és ma meg beszélgettünk ilyenről is már, hogy bármerre voltunk,
Minden egy idő után tapasztalható volt valami széthúzás. Személyek ellentétben voltak egymással. Én ezt a PPH-ban nem látom. És méghozzá azért nem látom, mert van egy olyan karmester, aki úgy tudja összetartani a sok ember, hogy el tudja mondani, hogy mi az, hogy például keresztmaradás. Ezt a fogalmat sehol máshol nem mondják. Hogy mit mondjál a másiknak, és mit nem mondjál, hogy ne legyen bőle baj. El tudjam, senki más sehol nem tapasztaltuk ezt. Számtalan mesternél voltunk, személyesen meggyőződtem emberek személyiségéről. Mindenki kellemes volt, nem voltak azok, nem találtunk mi akkor hibát, meg nem volt, csak találtunk egy sokkal jobbat. Ez a lényeg. És soha senki nem mondta azt, hogy legyek jobb nála. Itt meg az van, hogy abba támogat a Szedlacsik Miklós, hogyha tudok, akkor legyek jobb. Vagy legalább ugyanolyan. És gyorsabban, fele annyi idő alatt, vagy még kevesebb idő alatt, ahogy meg tudom csinálni, csináljon meg. Na, ezt én sehol nem hallottam a világban. Ez így van. Sohasem. Meg ami számomra nagyon kedvező, tehát, vagy én azt láttam ahhoz, hogy fejlődjünk, az kell egy rendszeresség, ami itt megvan. Tehát az kell. Az, hogy itt nálunk minden szerdán, minden vasárnap képzések Buli vannak. Van. Buli, igen. Képzések vannak, tehát az, hogy mindig foglalkozunk vele, és ettől is van igazából tényleg a fejlődés. Meg az, hogy tényleg az otthonodból tudod hallgatni, hisz a képzések élőben online vannak, nem kell, ha nem tudsz, mert esetleg az életed úgy hozza, hogy nem tudsz elmenni, semmi gond, otthonról tudod hallgatni. Vissza tudod hallgatni, éppen nem tudtad abban az időben ott lenni képernyő előtt. Tehát a Miklós mindenre gondolt. Tehát egyszerűen nem találsz benne hibát, ami... Tehát a weboldalon ott is amennyi információ van, tehát nekem is nem is tudom, mennyi idő kellett ahhoz, hogy tényleg valóban ezt mindent átolvassak és megnézzek. Minden megvan adva. Mindenre gondolta Miklós nekünk. Jó. A szünet után hangulatjavító kocsképzésünk lesz, melyen ha lehetőséged van, várunk szeretettel. És ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet fog következni, az azt jelenti, hogy 47-ig. Tehát 19-ről 47 perckor kezdjük a második részt. Ugye ki kell lépni a weboldalon a első részmenüből, bemenni újra a rendezvényeinkbe, és átmenni a jelen havi élőre. Akkor fog bejönni képzéseinkbe. Igen. Köszönjük szépen, jó szünetet mindenkinek!